Az elmúlt két évben 4-5%-kal több gyerek született Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán volt a legmagasabb a népesség növekedése. A KSH legfrissebb adatai szerint összességében 3,3%-kal emelkedett a születések száma itthon. Bár még mindig csökken a népesség, de ezzel párhuzamosan elmondható az is, hogy emelkedik a születések száma. 2015 első negyedévében kevéssel több mint 22 ezer gyermek született, ami 3,3%-os növekedés a tavalyi hasonló időszakhoz képest, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. 2010 óta folyamatosan nő a házasságkötések és valamelyest csökken a válások száma. Az észak-alföldi régióban évek óta igaz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakban születik a legtöbb gyerek. Éves átlagban 3400-3500. Két éves periódusban már mondható, hogy pár százalékkal, tehát nem óriási számmal, de 4-5%-kal emelkednek a szülések. Itt elsősorban a 30 év fölötti szülésekkel találkozunk, és ami örömteli, nagyon sok olyan kismama jön, aki a 30-35. Vagy a 40 év körül úgy gondolja, hogy még egy harmadik, vagy épp egy másik gyereket még bevállal. Ők jönnek, és az ő számok nagy mértékben emelkedett az elmúlt időszakban. Az ezredfordulót követően általános jelenség volt, hogy a nők egyre később vállalják az első gyermeket. Ez kitolódik 30-35 év felé, és nem csak itthon, hanem egész Európában. A szociológusok szerint pedig az, hogy egyfajta népesség robbanás figyelhető meg Győrben, Szegeden és Nyíregyházán, annak is köszönhető, hogy a fiatal házaspárok olyan nagyobb megyeszékhely városokba költöznek, ahol több a munkalehetőség. A további elemzésben segít Vitál Attila szociológus. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Na tehát érdemes arra rávilágítani, hogy a demográfiai adatok hogyan változnak egy-egy országban, egy adott ország gazdasági és társadalmi helyzetének a viszonyában, viszonylatában. Mi figyelhető meg tehát Magyarországon az elmúlt években? Tehát markánsan három tényező hat a népesség alakulására, különös tekintettel a születéseknek a számára. Az egyik nevező kulturális tényezőknek itt elsősorban a modernizáció, az értékrend, ami nagy mértékben befolyásolja a gyermekvállalást, például mondjuk a tudatos születés szabályozás vagy születéskorlátozás, vagy éppen annak elmaradása. A másik ilyen a gazdasági tényező, hiszen ahogy a gazdaságnak van ilyen konjunkturális ingadozása, értelemszerűen ezt valamennyire követi a születések száma is, tehát recesszióban, gazdasági válság idején nagyobb esélye visszaesik, csökken, konjunkturális időszakban növekedik, és természetesen nem független a társadalom politikai, közpolitikai megoldásoktól sem, tehát hogy az állam milyen módon vesz részt a gyermekeknek a nevelési költségeiben, és e három tényező együttesen hat tulajdonképpen a reprodukciós folyamatokra. Most azt mindenképpen látni kell, hogy a megyében mindig magasabb volt, az országos átlag felett volt a születéseknek a száma. Már a két világháború közötti időszakban is a haza bölcsőjének nevezték a megyénket, és tulajdonképpen ez a fajta viszonylag kedvező korfa, ez még mai napig is megmutatkozik, tehát hogy csak egy arányt érzékeltessek, amíg országos átlagban 114 év alatti gyermekre 160 körüli 65 év feletti jut, addig nálunk csak 100-114, tehát hogy kedvezőbb a megyének a kor struktúrája, ami értelemszerűen ugye egy reprodukciós töbletet is biztosíthat. Némi ellentmondás azért megfigyelhető, hogyha az összes statisztikákat nézzük, mert azért a keleti régió megyé viszont főleg a vidéki területeken, kisebb településeken egyfajta előregedés tapasztalható, tehát hogy ott az idősebb emberek száma viszonylag magas, no, de ez persze nem azt jelenti, hogy ezeken a településeken kevesebb lenne a születésszám. Hogyha már kitérte erre természetesen, amikor a tényezőket is elmondta, megvizsgáljuk, akkor az elmúlt néhány évben a kormányzat családpolitikája, családtámogatási rendszere politikája ösztönözte-e, vagy ösztönözhette-e a gyermekvállalási kedvet? És jelenti-e az azt, hogy ez a fajta népesedés, vagy népesség növekedés akár ennek is betudható? Hát ez bonyolult kérdés, mert
mert ugye kétfajta módon lehet ösztönözni a gyermekvállalást. Egyrészt direkt szociális transferekkel, ugye eltekintetben például a családi pótléknak a nominál összege nem változott az elmúlt 5-6 évben egyáltalán, viszont indirekt módon adókedvezményekkel, lakáshoz jutási támogatási konstrukcióval, egyebekkel szintén lehet ösztönözni, és itt tulajdonképpen a tekintetben van különbség, hogy a társadalompolitika fókuszával milyen társadalmi csoportok állnak. Tehát, hogy az alsó középosztály, középosztály esetében akár az első, de különösen a második gyermekvállalásra ösztönzőleg hat az adókedvezmény, vagy éppen mondjuk a gyedextra, amivel ugye egyre többen élnek. Tehát ez valószínűleg valami fajta többletet eredményez egyébként, és megfigyelhető az, hogy itt nem a gyermek születések elhagyásáról, hanem elhalasztásáról beszélünk. Szociológiai kutatások sokasága mutatja azt ki, hogy Magyarországon a termékenységi kor elején, tehát mondjuk a 16-17 év feletti korosztálytól egészen 30-as évek végéig nagy mintán vizsgáljuk, akkor azért általában két gyermeket céloznak meg. Igaz, hogy aztán ebből a két gyermekből 100 termékenységi korban lévő nőre nem jut csak mondjuk 111 nehány, tehát nagyon elmaradunk attól a nagyon kedvező mutatótól, hogy körülbelül mondjuk egy nőnek az életciklusa alatt valamivel több mint két gyermeket kellene statisztikai átlagban a világra hozni ahhoz, hogy a népesség ne csökkenjen, de e tekintetben például a megyében egyértelmű többlet mutatkozik. Na most azt viszont, hogy ez rétegenként hogyan oszlik meg, az már egy sokkal bonyolultabb kérdés, mert azt lehet látni, hogy az országban azokban a térségekben születik több gyermek, ahol a szociális helyzet viszonylag rosszabb. Borsod megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyobb a születések aránya, és nagyobb a hátrányos helyzetű népesség aránya, és e között mindenképpen van összefüggés. Ugyanakkor az is kimutatható, és e tekintetben a társadalompolitika nincsen hatása, hiszen itt inkább kulturális minták vezérelik az emberi magatartásokat, viszont az alsó-közép-középosztály reprodukciós magatartására mindenképpen tud ösztönzőleg hatni egy olyan társadalompolitikai gyakorlat, ami indirekt kedvezményekkel próbálja a gyermekvállalás feltételeit biztosítani. Most nézzük meg egy másik aspektusból, a nők helyzete a társadalomban és a nők foglalkoztatási helyzetének a szemszögéből. Ugye a demográfiai adatokat, a népesség növekedést, ez mindenképpen befolyásolja azt, hogy egy nő milyen iskolai végzettségű, hol helyezkedik el, milyen a foglalkoztatási helyzete a nőknek. Ön is említette, hogy vannak már olyan intézkedések, vagy voltak olyan intézkedések, amelyek segítették a nők foglalkoztatását, a gyermeket vállaló nők foglalkoztatását, de ezen túl az, hogy tovább vannak az iskolai rendszeren belül a nők manapság, mint 10, 20 vagy 30, 40 évvel ezelőtt, jelenti azt is, hogy kevesebb gyereket vállalnak, hiszen kitolódik a gyermekvállalásnak az ideje. Igen, és itt úgy tűnik, hogy ketté nyílik a társadalomban egy képzeletbeli olló, hiszen azok a kedvezőtlen szociokulturális millióbe élő társadalmi csoportok, amelyek alacsony iskolázottságúak, általános iskola végén nem tanulnak tovább, vagy már onnan is lemosolódnak, ott változatlanul 18 éves kornál nem magasabb az első gyermek születésének átlagos időtartalma, viszont az érettségi feletti, tehát legalább érettségizett, vagy a feletti iskolai végzettséggel rendelkezőknek viszont bőven 30 év felé tolódik, és ez a fejlett ipari társadalmakban ez egy általános tendencia, ami hát elsősorban csak azért jelent mondjuk demográfia értelemben, társadalmi értelemben problémát, mert ugye a termékenységi ciklusnak van egy felső határa, és matematikailag is ugye rövidebb az az időszak, amikor gyermeket lehet világra hozni, ha bár hozzá kell tenni, hogy azért mondjuk a magasabb iskolázottságok esetében azért a tudatos születés szabályozás és a tudatos gyerekvállalás
munkavállalás miatt mondjuk 2-3-nál több nem, gyermek nem születne meg, viszont kétségtelen, hogy azért egyre inkább látható, hogy van egy egészségi kockázata is a bőven 30 feletti gyermekvállalásnak, hiszen az utóbbi 20 évben került előtérbe a meddőségi probléma. Ma a fejlett ipari társadalmakban minden tizedik gyermek körülbelül asszisztált reprodukciós beavatkozások révén születik, és hát a 30 feletti korosztályban jönnek ki azok a jellegű problémák, amik inkább elsősorban civilizációs betegségként, életmódbeli problémaként korlátozzák a gyermek, tehát a gyermekvállalási lehetőségeket. Ugye ezek a demográfiai adatok, és hát tulajdonképpen az a fajta tendencia, ami megfigyelhető Magyarországon, azt mondják a szociológusok, hogy nem csak nálunk, hanem egész Európában, de Nyugat-Európát szokták emlegetni, hasonlóképpen alakulnak. Szerintem egy következő beszélgetésünknek ez lehet a témája. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm.